Gyerekek, szülők, nagyszülők foglalták el a Szászvári Várkastély udvarát szombaton. A Hungária Takarék vendégelte meg a dolgozóit és a családtagjaikat június 1-én. A település önkormányzata és a Takarék között régi jó kapcsolat van. Tavaly októberben adtunk át a felújított orvosi rendelőnket, és a Hungária Takarék hitel nélkül erre nem jelentett volna sor. Illetve múlt pénteken adtuk át a csaknem 300 millió forintból megépült bölcsödénket, amire szintén a Hungária Takaréktól kaptunk hitelt, és elmondható, hogy szerves része minden nap életünknek a takarék, hiszen ezek a projektek nem jöttek volna létre a takarék nélkül. Ügyességi játékok, arcfestés, csoki szökőkút, szombaton a családok, a gyerekek voltak a középpontban. Mintegy 200-250-en vettek részt a családi napon. Lecsökkent a takarékok száma az országban, 11-2 takarék működik jelenleg nagyüzemi szinten, mondja az ügyvezető. A Hungária Takarék is egy 3 megyében szolgáltató vidéki pénzintézet. A vidékit aláhúznám többször, és a szónak a pozitív technikai értelmébe. A takarék szövetkezetek, így a Hungária szigorúan a vidék, a kisfalvak, a kisebb települések vállalkozásai, népessége, önkormányzatainak a szolgálatára jött létre és tartja ezt a funkcióját. Ez a 3 megye a Dél-Dunántúl. Alapvetően ugye mi Baranya, Tolna és Fejér megyébe átnyúlva tevékenykedünk. 220 munkatársa van egy szövetkezeti hitelintézetben működő kis formációnknak. 40 helyen vannak egységeik és 70 000 ügyfelet szolgálnak ki napi szinten. 100 milliárd forintot kezelnek.